Szeretettel köszöntök mindenkit. Az évközi 27. vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának 21. fejezetéből olvassuk. Jézus egy példabeszédet mond el a gazda emberről, aki szőlőskertjét munkásoknak adja bérbe, majd amikor szolgáit elküldi, a munkások megölik a szolgákat, vagy megverik őket, végül pedig egyetlen fiát sem kímélik. Mit akar ezzel Jézus tanítani nekünk? Először is azt, hogy Isten szereti az embert. Isten az első lépések Istene, ahogy Ferenc pápa fogalmaz, vagyis ő teszi meg mindig az első lépést az ember felé. Függetlenül attól, hogy az ember hogyan válaszol, Isten mindig hűséges. Ezek a szolgák, akiket a gazda ember elküld a szőlőjébe, a prófétákat jelképezik, az Ószövetség emberei, akiken keresztül Isten üzent, akiken keresztül Isten feltárta fokozatosan magát az embereknek. Végül az ő fiát küldte el hozzánk, hogy az ő fiában megmutassa, hogy ennyire szeret bennünket, hogy az ő fiában mindent odaad nekünk, az ő fia meghalt értünk és feltámadt. A bűn sokszor túllépi a határokat. Erre a bűnre egyedül azzal a szeretettel tudunk válaszolni, amely túllépi a határokat, túllépi a csoportok bezártságát, és a határtalan szeretet az, amely legyőzi a bűnt. Vagyis az első üzenete ennek a szakasznak az, hogy Isten nagyon szeret bennünket, Isten mindenét odaadja értünk, az ő egyetlen fiát is, hogy bennünket szabaddá tegyen, mert szeret. Továbbá, amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, mit gondoltok, mit tesz majd ezekkel az emberekkel a gazda? Azt mondják a tanítványok, gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szülőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus nem fogadja el ezt a választ. A következőt mondja, nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Vagyis Isten a rosszra jóval válaszol, a bűnre irgalmas szeretettel válaszol. Isten a jóval győzi le a rosszat. Nem az embereké az utolsó szó, fogalmaz Ferenc pápa, hanem Istené. Az irgalomé, a megbocsátásé, a szereteté, az életé. Örömüzenete ennek a szentírási szakaszunknak az is, hogy Istennek van válasza az ember bűnére, az ember hiányosságára, az ember törékenységére. Isten az ő irgalmával, az ő szeretetével megbocsát, megújítja az embert. Összefoglalva, ennek a szentírási szakasznak örömüzenete az, hogy Isten mindig elindul felénk. Ő teszi meg az első lépéseket. Ő hűséges. Ő mindig szeret bennünket. Ő mindenét odaadta értünk az ő fiában. Az ő fia, Jézus Krisztus meghalt és föltámadt, és ezáltal legyőzte a bűnt. Nem a bűné, nem a félelemé, nem a vírusé az utolsó szó, hanem az életé, az irgalomé, a megbocsátásé, a reményé. Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben tűnődjünk el azon, hogy Isten irgalma győz. Isten irgalma bennünk is győz. Hagyjuk, hogy ez az irgalom bennünket is átalakítson. Térjünk meg, és lépjünk Jézus Krisztus útjára. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője és Szent József, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!